Köszöntöm a nézőket, különösen azokat a diákokat, akik kénytelenek most ilyen távoktatási jelleggel meghallgatni ezt a tanórát. A mai óra témája a náci Németország. Honnan is kezdjük a történetet? Tehát onnan talán, hogy az első világháborúból Németország a vesztes oldalon került ki, és egy rendkívüli megaláztatást szenvedett el, mert neki kellett vállalni a felelősséget mindazért a borzalomért, amely az úgynevezett nagy háború során történt Európában és a világ több pontján. És ebből a megaláztatottságból nagyon nehezen tértek magukhoz az egyébként évek óta éhező németek, és nagyon komoly belpolitikai feszültségek kísérték a Weimári köztársaságnak a megszületését. Mind a szélső baloldal, mind a szélső jobboldal rendkívül aktív volt, és a német nagyvárosok utcái csataterekké változtak, és ez a belpolitikai bizonytalanság párosult egyfajta óriási gazdasági válsággal, mint ahogy a képen is látjuk, hogy a márkából tornyot építenek a gyerekek, mert az infláció olyan mértéket ért el, hogy a pénz gyakorlatilag elértéktelenedett. És ebben a Németországban születik meg 1920. februárjában a Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt, az NSDAP, amelynek programját a középen a zászlótól kicsit jobbra bajusszal látható öltönyös ember Adolf Hitler írta, és az ő eszméit tükrözte ez a párt. Milyen eszméi voltak Hitlernek és a láthatóan elsősorban férfiakból álló közönségének, illetve pártjának. Először is a militarizmus áthatotta őket, ez elsősorban a náci párt, ez az NSDAP-nek a rövidítése vagy beceneve. A náci párt tagjai többnyire a frontharcosok közül kerültek ki, tehát az életveszély és a bajtársiasság is összekötötte őket, militaristák voltak, ezt mutatja az egyenruha kultusza is köreikben. Demokrácia ellenesek voltak, gyengének tartották a demokráciákat, és de elutasították a császárságot is. Sokkal inkább egyfajta faji államban kezdtek el gondolkozni, egy faji birodalomban, az árja faj uralmában, az egész Németországban, Európában és tágabb értelemben a világ fölött. Ez Hitlernek az egyik fő eszménye volt, és természetesen ebből adódóan, mivel az árjákat tartották a kiválasztottak népének, ezért antiszemiták is voltak, zsidó ellenesek is voltak. Hitler már a legkorábbi beszédeiben utalt arra, hogyha az első világháború alatt felkötötték volna a müncheni gazdag zsidó polgárok egy részét, akkor a háború egészen másképpen alapult volna. Megalapítottak paramilitáris szervezeteket is. Az egyik volt az SA, a rohamosztag, amelyben mindenki felvételt nyerhetett, aki hajlandó volt verekedni tulajdonképpen és akciókat végrehajtani a náci párt és mozgalom érdekében. A másik ilyen csoport a Hitler testőrségét, kezdetben Hitler testőrségét alkotó SS volt, ami védőosztagot jelent. Ennek a vezetője a legkorábbi évektől Heinrich Himmler volt, aki később a náci államban egyre nagyobb karriert futott be, és a háború végére igen komoly pozíciókat egyesített a személyében. És van ez a párt, ami egy a szélső jobboldali pártok közül Németországban, elsősorban Münchenre van hatása, ahol alakult. Ugye látjuk a képen még a zászlót, amelyben a horogkereszt, a szvasztika látható, amely egy ősi indiai szimbólum, ebben a formájában a pusztításnak a jelképe.
fehér körben van, amelyről Hitler azt mondta, hogy ez a nacionalizmust jelenti, a nemzeti vonulatot, de tudjuk, hogy nem nacionalista, nem nemzeti volt valójában a náci párt, noha a neve ezt tartalmazta, hanem sokkal inkább egy birodalomban gondolkoztak, amely egyesíti az árjákat és a világ minden részén élő németeket. És a vörös szín a zászlóban pedig a szociális jelleget jelentette, tehát ők nem egy elit klubot akartak létrehozni, hanem minél több embert bevonni a mozgalomba. A hatalomhoz hogyan jutott el a náci párt? 1923. novemberében történt meg a müncheni sörpucs, egészen addig a pucsig, amikor ugye meg akarták Bajorország vezetését szerezni a nácik, de elrontották a pucsot, és ezt leverték, és elfogták Hitlert is, és börtönbe vetették. Egészen eddig a többi szélső jobboldali, illetve szélső baloldali csoporthoz hasonlóan a nácik arra gondoltak, hogy majd erőszakos úton veszik át a hatalmat. Igen ám, de ez nem sikerült. És a börtönben, amely egész rövid ideig tartott Hitlernek, néhány hónapig, volt ideje átgondolni a dolgokat, és ez alatt, az idő alatt írta meg, illetve diktálta le a titkárának, Rudolf Hessnek a Mein Kampf, Harcom című művét, amelyben a világnézetét tulajdonképpen nyilvánosan publikálta, és a pártot a börtön hónapjai alatt hagyta szétcsúszni Hitler, majd amikor kiszabadult, akkor ő lett a náci pártnak a megmentője, és 1926-ban egyesítette ennek a pártnak a nemzeti és a szociális vonalát. A szociális vonal főleg Hamburg környékén volt elős, egy Gregor Strasser nevű ember vezetésével, de Hitler végül is elérte, hogy 1926-tól ő lett a náci párt megkérdőjelezhetetlen vezetője, és úgy döntött, hogy a demokrácia eszközeivel számolja fel a demokráciát, tehát választásokon fognak indulni a náci képviselők, és a Reichstagba, a törvényhozásba beépülve fogják kifejteni a hatásukat és megragadni a hatalmat. Ez nem sikerült volna valószínűsíthetően, ha nem történik meg 1929 végétől a nagy gazdasági válság, vagy a nagy depresszió, ahogy ezt Amerikában nevezik, amely ugye elhúzódott egészen 1932-ig, de van olyan ország, ahol a háború kitöréséig. Németországban ez a válság hozta fel a nácikat, hiszen a munkanélküliek és a szegények, az elszegényedettek megmentőjeként, mint ahogyan a baloldali dián láthatjuk, a családok megmentőjeként és Németország messiásaként érkezett meg Adolf Hitler, és így érték el azt, hogy 1932-ben több választáson is győzelmet arattak, de nem kapta meg Hitler a kinevezést Hindenburg birodalmi elnöktől, mert nem bíztak benne, de 1932-ben végül sikerült meggyőznie, ez volt az egyik kulcs a hatalomra kerüléséhez, meggyőznie a gazdasági elitet, a gyárosokat és a pénzembereket, hogy a nácik nem kommunisták, nem fognak államosítani. A másik pedig, ami hatalomba segítette Hitlert, az az volt, hogy a centrumpártok nem voltak elég erősek, és végül is, hát akik a nácik utáni legerősebb mozgalom volt, ezek az Ernst Thälmann vezette kommunisták voltak, és a kommunistáktól való félelem késztette arra végül részben Hindenburg elnököt és von Papent, aki Hitlernek alkancellára lett a hatalom megragadását követően, hogy beemeljék ezt az embert a hatalomba, és 1933. január 30-án
Németország kancellárjává vált, a képen pedig azt az ünnepséget láthatjuk, ahogyan ezt az SA és a náci párt ünnepli egy fáklyás felvonulással Berlin szívében a Brandenburgi kapunál néhány 10 méterre a Reichstag épületétől. És ez a hatalom egy demokratikus hatalomnak tűnt, legalábbis von Papen úgy nyilatkozott, hogy ezzel a koalíciós kormánnyal, amit alakítottak Hitler vezetésével, ezzel gúzsba sikerül őt kötni. De az 1933. márciusi választások előtt néhány héttel a képen is látjuk, a Reichstag épületét felgyújtották, és ezt a nácik ráverték, ezt a balhét a kommunistákra, és az egyik szállodában, ahol összegyűlt a Reichstag tagsága, megszavazták az úgynevezett felhatalmazási törvényt, ami arra hatalmazta föl a kancellárt, hogy vészhelyzet van, veszélyhelyzet van, ezért a törvényhozás megkerülésével rendeleti úton is kormányozhat. És így tulajdonképpen Adolf Hitler megszerezte a korlátlan hatalmat Németország fölött. Egyetlen egy valaki korlátozta ezt, Hindenburg birodalmi elnök, de 1934-ben az AG elnök elhalálozott, és ezután Hitler egyesítette a birodalmi, elnöki és a kancellári, tehát az államfői és a kormányfői hatalmat a személyében, és Németország Führerévé vált. Ahogyan a két plakáton látjuk, a náci ideológiának egy nagyon fontos eleme volt a pangermán faji állam, amiről ugye úgy szólt a szlogán, hogy ein Volk, ein Reich, ein Führer, egy nép, egy ország, vagy egy birodalom, és egy vezér. És tulajdonképpen ez volt a náciknak a politikája, ami arra irányult, hogy minden németet egy birodalomban telepítsenek le, és ugye a plakátok azok pont az 1938. márciusi Anschlussról szóltak, amikor is Ausztria megszegve a Párizs környéki békékben rá és Németországra rótt kötelességet, hogy soha nem egyesülhetnek, egyesült a náci Németországgal. Milyen volt a náci állam gazdasága? Egy elég protokolláris fotót láthatunk itt, Hitler ásóval a kezében egy feldíszített csille mellett az első földet dobja bele a csillébe. Ez a német autópálya építés programjának a kezdete, ugyanis a gazdaságot a nácik feltámasztották, vagy beindították, noha nem sikerült a válságot teljesen leküzdeniük a háború végéig, de a munkanélküliséget fel tudták számolni. Milyen módon? Az egyik mód az volt, hogy a hadipart beindították, ugye vissza kell térnem a nácizmus alapjaira, ők gyűlölték és fel akarták számolni a versailles-i békeszerződést. A versailles-i békének egyetlen pontját sem tudták elfogadni, és ezért Hitler kijelentette, amikor kancellár lett, hogy vége annak az időszaknak, amikor együtt működnek ezekben a dolgokban a Népszövetséggel, és együtt működnek a győztesekkel, és ezért újra indították a hadipart, amely azonnal állami megrendelésekkel beindította a gazdaságot és munkahelyeket teremtett. Ugyanakkor bevezették ugye a kötelező munkaszolgálatot az egyetemisták számára is, illetve a munkanélkülieket is, hasonlóan egy kicsit a Roosevelt-féle New Deal programhoz munkára fogták, és tulajdonképpen az építkezések, a hadipar beindítása elkezdte a gazdaságot is felemelni, és a munkanélküli férfiak egy jelentős részét, ahogy a következő dián is látjuk, az újrafegyverkezés programjába vonták be, ugye kötelezővé tették újra a katonai sorozáson való megjelenést, és mindenkit, aki
aki erre alkalmas volt, azt egyenruhába öltöztettek, és a hadsereg valamelyik fegyvernemébe besorozták. Ennek előkészítését szolgálták bizonyos tekintetben militarista ifjúsági szervezetek, ugye a fiúk számára a Hitlerjugend, ami kezdetben önkéntes volt, illetve deklaráltam, mindig önkéntes volt, de valójában egyre inkább kötelezővé vált, illetve a Német Lányszövetség, amely felkészítette a lányokat arra a társadalmi szerepre, amelyre őket Hitler és a nácik szánták, ez pedig a Kinderkirche és Küche volt, tehát a gyermek, a templom és a konyha, ez volt a nők élettere a náci elképzelés szerint, azt a programot adták nekik, hogy szüljenek minél több egészséges árja gyermeket, hogy az árja faj növekedni tudjon. A férfiaknak pedig a hadsereg és a különböző náci szervezetek voltak a felszívó erejük. A kultúra is egy nagyon fontos eszköz volt a nácizmus kezében, hiszen itt egy totalitárius diktatúráról beszélünk, amely nem csak gazdasági, politikai, katonai erővel bír, hanem az emberek magánéletét, gondolkozását is meg akarja változtatni, és hát ez volt, ennek az eszköze volt a kultúra, ami erősen összefonódott a propagandával. Ugye a náci állam Hitler hatalomra jutását követően, náci állam megalakulását követően azonnal Joseph Goebbels számára egy új minisztériumot alkottak meg, ez volt a propaganda minisztérium, és ő ebből a pozíciójából a médián, a filmen, a rádión, az újságokon keresztül elkezdte a náci ideológiát és gondolkozásmódot és politikát népszerűsíteni, gyakorlatilag ugye minden más sajtóterméket betiltottak, illetve ellehetetlenítettek. Egyébként ugye a 1933-as év végére sikerült a német politikai erők lejsaktolása, felszeletelése, tehát egy pártrendszerré vált Németország, és ez az egy párt pedig a nácizmus volt. És nagyon fontos a náci propagandában az 1936-os olimpia, amely gyakorlatilag az első modern olimpia volt, ami óriási propaganda erővel bírt a nácik számára, még akkor is, ha Jesse Owens fekete bőrű amerikai atléta 4 aranyérmet nyert, ennek ellenére még egész jól sikerült a náciknak mozgósítani a propaganda gépezetet. A kultúrához való viszonyukat jellemzi egyébként az illusztráció, ugye a német kultúra és az elfajzott kultúra küzdelmét hirdették, és az elfajzott kultúrát minden modernitás és minden, ami nem tetszett tulajdonképpen Hitlernek, az ide kapcsolódott, de kiemelkedtek ugye a baloldali és zsidó szerzők ezen belül. A társadalom, hogy elfogadja ezt, hát szembe kellett nézni a táborok világával. 1933-ban tömegével nyíltak meg úgynevezett vad koncentrációs táborok, ahol az embereket, akik a rendszer ellenségei voltak, összegyűjtötték. 1933 áprilisában nyílt meg az a tábor, ami az első hivatalosan az SS által megszervezett koncentrációs tábor volt, ez a Dachaui tábor, amelynek a kapuját látjuk ugyanazzal a felirattal, ami az auschwitzi táboron szerepel, hogy a munka szabaddá tesz. A táborokba kezdetben a politikai ellenfeleket hurcolták, kommunistákat, szociáldemokratákat, kereszténydemokratákat, centrumpártiakat és másokat. Később a rendszer ideológiai ellenfelei kerültek ide, például Jehova tanúi, akik nem voltak hajlandóak fegyvert fogni vagy hódolni a náci jelképeknek. Ide kerültek a cigányok egy része, mint aszociális, munkakerülő személyek, ide kerültek homoszexuálisok, akik a náci
faji programot, a szaporodást nem tudták abszolválni. Ide kerültek később a faji ellenségek, köztük elsősorban a zsidók. Milyen ideológia kísérte még a nácizmust, ami egy nagyon jelentős volt, az antiszemitizmus, a zsidó ellenesség. Itt éppen a tördöfés elmélete képét, egy grafikát láthatunk, amikor a zsidó forradalmár hátba szúrja a fronton bátran harcoló német katonát. Ugye a náci ideológia szerint a háborút nem vesztette el Németország, hanem a civil társadalom, elsősorban a zsidók és a szociáldemokraták hátba döfték a német hadsereget, ez vezetett a világháborús vereséghez. A zsidóról alkotott képe a náciknak kettős volt, az egyiken, mint látjuk, a kommunista agitátor, a másikon pedig a pénzember, akinek mindene a pénz és a tőzsdét uralja. Tehát tulajdonképpen ez a két szembenálló ideológia, a kommunizmus és a kapitalizmusnak a megtestesítője, egyszerre a zsidó, ahogy Hitler ezt mondta, ha nem lenne a zsidó, akkor ki kellene találni, annyira ideális hát ellenség képet tudott ő alkotni ebből. A náci külpolitikáról egy térképet láthatunk, az évszámok magukért beszélnek, mindaz, hogy a Szárvidéket népszavazással 1935-ben visszaszerzi Németország, mindaz, hogy a Rajna vidéket katonailag megszállja 1936-ban, vagy éppen a Szudéta vidéket, és ugye Ausztria, az Anschlussról beszéltünk, és a Szudéta vidéket a müncheni konferencia után megszerzi Csehszlovákiától, majd 1939 márciusában Cseh és Morvaországot is. A nagy német birodalom ezzel létrejön, a külpolitikája tehát a náciknak agresszív, terjeszkedő volt. És miért volt ez ilyen? Mert ahogy ezen a térképen látjuk, a Lebensraum, az élettér megszerzése keleten, ez volt a nácik célja, hogy a német, árja, germán farmerek le tudjanak nyugodtan telepedni. És utolsónak szeretnék beszélni egy olyan kevésbé ismert dologról, ami a nácizmust, mint vallást jelképezi. A képen látunk egy iskolát, ahol éppen hittanórát követően, ahol a szülők is jelen vannak, Heil Hitler köszöntésre emelik a diákok a kezüket, mellette pedig a Nürnbergi Birodalmi Pártnapokat, amelyek mint egy fénykatedrálisba vannak öltöztetve, az emberek és fáklyákkal állnak, és imádják Adolf Hitlert, mert Adolf Hitler úgy állította be a náci propaganda, mint Németországnak a messiását, megváltóját. A fajt, a német fajt, az árja fajt tekintették kiválasztott népnek. A náci biblia az a Mein Kampf Hitler könyve volt. A vallási ünnepeik is voltak, ezek a birodalmi pártnapok voltak, amelyek után a 30-as évek utolsó harmadában már egyhetes fesztiválok és zarándok ünnepek voltak. A német köszöntés, kézfelemelés, amit látunk, is ide tartozott, és tulajdonképpen az egész vallásnak, a náci vallásnak a lényege az volt, hogy a német népközösséget, a Volksgemeindét egybekovácsolja. És így ez az állam tulajdonképpen totalitárius diktatúra volt, és uralta nem csak az embereknek a gazdasági körülményeit, életét, munkáját, tanulmányait, mindennapjait, sorsát, hanem a gondolkodását is befolyásolni akarta. Köszönöm szépen!